Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol megnézzük, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Az ő gondolatait itt középen látjuk felül és alul. Látható, hogy irányítani akarja az eseményeket. Szeretné, ha előre mennének a dolgok. De itt vannak korlátozások, itt van előtte a kerítés, és úgy érzi, hát ezt most elértem, de nem megy tovább. Hogyan, milyen irányba kellene cselekednem, mit kellene döntenem, fogalmam sincs. Az érzelmeit itt látjuk bal oldalon. Itt a kardok jelentik a levegő elemét. Ez utal az ötletekre, vagy a szabadság érzetére, vagy jelenti a kommunikációt. Itt nála vannak korlátozások, viszont ő úgy érzi, hogy te tudsz segíteni neki az ötleteit megvalósítani, hiszen te a királynő vagy, uralkodsz a levegő eleme felett. Nála itt van a kerítés, nálad nincsenek korlátozások. Ő nem érzi jól magát, hiszen itt látható, hogy ütik-verik őt, mindenki akar tőle valamit, és úgy érzi, hogy ennek ő nem megfelelő. De összeszedi a bátorságát, és közeledik hozzád. Találkozni akar veled, beszélni akar veled. És mit fog tenni, az itt látható. Ahogy ő gondolja, hogy nálad is vannak kihívások, és mások támadnak téged, sőt, itt megjelenik az ördög. Tehát azért vannak rossz indulatú emberek a környezetedben, és emiatt benne vagy egy szűkös helyzetben. Ő is segít neked, ő is tud tanácsot adni, vagy szeretné azt, ha lezárnád ezeket a hamis kapcsolatokat. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Útban van hozzád, hiszen beszélni akar veled. Bátor, közeledik hozzád, akkor is, ha vannak még nehézségek, kihívások, és a virágcsokor jelenti a te szépségedet, ő ennek tudatában van, vagy megajándékoz téged. Keresi veled a kapcsolatot. Persze a gyűrű lehet szerződés is. Beszélni fog veled, ő is tud neked segíteni, és ha téged mások támadnak, akkor azt fogja mondani, zárd le ezeket a kapcsolatokat. Itt a nyilvánosság látható, lehet, hogy összefutsz valakivel a nyilvánosságon, és mivel itt az ördög jelenik meg, ez a személy, aki megszólít ott téged, akkor is, ha mézes, mázas, ne higgy a szavaiban. Itt van a kulcs, le tudod zárni ezeket a kellemetlen dolgokat, és egy időben kinyílik egy új ajtó, egy lehetőség, kilépsz ebből a szűkös helyzetből. Az ő jelenlegi helyzete. Itt a kígyó jelentheti a változásokat, vagy a gyógyító erőt, de néha utalhat egy nőre, ez lehet a volt társnője, ez lehet valaki a családból, vagy a munkahelyén, de nem túl jó a kapcsolat, hiszen itt látható, hogy vannak kihívások. És a te jelenlegi helyzeted nagyon stabil, amit ez a horgony még jelenthet, a munka és a hivatás, hogy az is foglalkoztat téged. Már rég nem mutattam a magyar kártyákat, most újra elővettem. Itt egy betűről van szó, a Z betű. Most elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelent, hiszen ennek van most egy jelentősége. Ez lehet egy helyiség, például Zalaegerszeg. Ez lehet egy név, például Zoltán. Ez lehet egy fogalom, például zár, vagy zári le bizonyos dolgokat. A rovás írás, a régi írásmód, az itt van középen, és ennek van egy szimbolikus jelentése. Nekem úgy tűnik, mint egy kerítés, vagy egy szűkös helyzet, amiből szeretnétek mindketten kilépni. A lehetőség megvan, vagy ebben az irányba, vagy abba az irányba. Az egyik vonal jelentheti az ő helyzetét, a másik a te helyzetedet, megvan a kapcsolat, így segíteni tudtok egymásnak. Hogy mit jelent számodra a Z betű, ezt leírhatod a kommentárba, vagy hogy mit jelent ez a szimbólum. Azon kívül örülnék annak, ha lájkolnád a videómat, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!